A Tolna megyei oltási munkacsoport a Bonyhádi járás területén lévő települések polgármestereinek tartott konzultációt az oltási folyamatokról, tervekről és annak fontosságáról. Az egyeztetés azért volt szükséges, hogy minél gördülékenyebben történjen meg a vakcinák beadása, amiben a települések vezetőinek is nagy szerepe van, fejtette ki Horváth Kálmán, Tolna megyei kormány megbízott, a munkacsoport vezetője. Úgy gondoljuk, hogy ők is érdekeltek abban, már mint a polgármesterek, hogy az adott településeken miként zajlik le az oltások beadása, milyen rendszer szerint az embereknek mik a jogaik ezzel kapcsolatban, és milyen teendői esetleg a polgármestereknek. A munkacsoport vezetője azt is elmondta, hogy szerdán érkezett Sputnik oltóanyag is. Ez speciális vakcina, amellyel csak Szekszárdon a Tolna megyei kórházban lehet oltani, ahová megyei szinten mindegyik háziorvos körzetből fognak oltásra regisztráltakat küldeni. A háziorvosok többek között Sputnik, AstraZeneca és Pfizer oltóanyagokat használnak majd. Pillanatnyilag rendelkezésre álló vakcinákkal gyakorlatilag ott tartunk, hogy a 60 évnél idősebb korosztályt tudjuk oltani, olyanokat, akik nem betegek, tudunk olyanokat is oltani, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. A 18 és 59 év közöttiek között pedig az AstraZeneca nevezető oltóanyagot szolgálják ki a házi orvosok, olyanoknak, akik valamilyen krónikus betegségben szenvednek. Továbbá a hét második felében kapják meg a szociális otthonokban több százan a második vakcinát, így a következő napokban több, mint 2000 ember oltása várható Tolna megyében.